Református Bibliaolvasó kalauz. 2024. október 20 tól október 26-ig Október 20-a vasárnap Máté 28. 11-től 15-ig Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüst pénzt adnak a katonáknak, és így szóltak: Ezt mondjátok! Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Október 21-e, hétfő. Máté 28-16-tól 20-ig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig október 22-e, Kedd Rút könyve, első rész Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezeére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak rút ott laktak, mint egy tízesztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az úr, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele volt a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, ki, -ki az anyja házába. Bánjon veletek az úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és azt mondták neki. Bizony, hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte. Forduljatok vissza, leányaim! Miért jönnétek velem? Lehet nekem még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének. Forduljatok vissza, leányaim! Menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e reájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Az én sorsom túl keserves volna a számotokra, hiszen az úr keze érte engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Együtt ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbojdult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették. Csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt menye a moábi Rút is moáb mezejéről. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Október 23-a, szerda. Rút könyve, második rész. Volt Naomi-nak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jó módú ember Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a Moábi rút Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalást szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki. Eredj leányom! El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetni kezdett az aratók után. Történetesen az elimelek nemzetségéből való bóász szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak. Az úr legyen veletek! Azok így feleltek. Áldjon meg az úr! Majd megkérdezte Boáz attól a legénytől, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatal asszony? A legény az aratók felügyelője ezt felelte. Egy Moábi fiatal asszony, aki naomival tért vissza Moáb mezejéről. Azt kérte hadszedegessen és gyűjtögesen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Boáz ekkor azt mondta Rútnak, hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni. Ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáló leányaim nyomában. Tartsd szemmel a mezőt, mikor hol aratnak, és haladj az asszonyok után. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és így áll abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, hiszen én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rút pedig ezt mondta. Milyen jó indulatú vagy hozzám, uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én még csak a szolgáló leányait közé sem tartozom. Az evés idején azt mondta neki Boáz. Jöjj közelebb, vegyél a kenyérből, és mársd falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta, ő pedig evett, jól lakott, sőt még maradt is neki. Azután fölkelt tovább szedegetni. Boász pedig megparancsolt a szolgáinak. Hadd szedegessen a kévék között is, ne bántsátok érte. Sőt, szándékosan is húzagassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szígyátok. Így szedegetett a mezőn egész estig amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és bement a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, miután jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a párt fogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Bóáza neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének. Áldja meg őt az úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi. Hozzá tartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. A Moábi rút ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének rútnak. Jól teszed, leányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása. De az anyósánál lakott. Október 24-e csütörtök. Rút könyve, harmadik rész. Egyszer azt mondta neki az anyósa Naomi. Leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló leányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szérűn. Mosakodj meg, kendd meg magad, vedd fel a ruhádat és menj le a szérűre, nem mutatkoz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki. Megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát. Azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Rút ekkor odalopódzott, felhajtotta a lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt és megfordult. Akkor vette észre, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte. Ki vagy te? Az így felelt. Én vagyok Rút, a te szolgáló leányod. Teri rá ruhát, szárnyát, szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Ekkor azt mondta Bóáz, ágyom meg az úr leányom, hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj tehát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van egy nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt éjszakára, és ha holnap az vállalja érted a rokoni kötelezettségét, hát vállalja. De ha nem akarja vállalni érted a rokoni kötelezettséget, akkor az élő úrra mondom, én vállalom. Feküdj hát itt reggelig. Visszafeküdt hát a lábához reggelig, de fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást, mert Boáz úgy gondolta, ki ne tudódjék, hogy ez az asszony idejött a szérűre. Akkor ezt mondta. Add csak a rajtad levő nagy kendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kímért hat mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Ruth hazaért az anyósához, az megkérdezte. Mi történt, leányom? Ő pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi vele tett. Majd ezt mondta. Ezt a hat mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi akkor azt mondta. Maradj nyugton, lányom, míg meg nem tudod, hogyan dölt el ez a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár még ma ennek a dolognak. Október 25-e, Péntek Rút könyve, negyedik rész Boáz odament a városkapuhoz és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta. Kerülj erre, ő testvérem! Az odament és leült. Azután maga mellé vett Boáz tíz embert a város vénei közül, és ezt mondta: Üljetek ide! És azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak: Naomi, visszatérve Moáb mezejéről, el akarja adni azt a Szántóföldet, ami a rokonunk elimeleg birtok része volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom és megmondom: vedd meg az itt ülők előtt, népem vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállalod. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt, vállalom. De Boáz ezt mondta. Amikor a szántóföldet megveszed naomi a Moábi rútot, az elhunyt feleségét is el kell venned, hogy az elhunyt nevét fenntartsd az örökségében. Erre a legközelebbi rokon azt felelte. Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Akkor tehát a legközelebbi rokon azt mondta Boáznak, vedd meg te magadnak, majd lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek, ti vagytok a tanúim, hogy én ma megvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Mahlóné volt. Sőt, a Moábi rútott, Mahlón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy ki ne a meghaltnak a neve testvérei közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban levő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt. Tanúk vagyunk, adja az úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy olyan legyen, mint Ráhel és Lea, aki ketten építették föl Izrael házát gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérez háza, akit támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatal asszonytól. Így vette el Boáz rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak. Ádott az úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója és gondviselőd öregkorodban. Hiszen megyent szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked hét fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és ő lett a dajkája úgyhogy a szomszédasszonyok, amikor nevet adtak neki, azt mondták. Pia született Naominak, és elnevezték őt Óbédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ez Pérec nemzetsége. Pérec nemzette Hezron-t, Hecrón nemzette Rámot. Rám nemzette Aminádábot, és Aminádáb nemzette Nachsont, Nachson nemzette Szalmónt, Szalmón nemzette Boászt, Boáz nemzette Óbédot. Óbéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Október 26-a szombat Sámuel első könyve, első rész Volt egy ember Rámátaim Czófimból, Efraim hegyvidékéről, Akinek Elkáná volt a neve, Efrátai volt, Jeróhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzon és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkánná áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és leányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkáná. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? nem érek én többet neked tíz fiúnál. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak sílóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette. Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt. Csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig motyogsz még itt részegen, józanodj ki végre. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram. Bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló leányodat elvetemült asszonynak mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá Ő pedig ezt mondta. Néz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára. Evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, rámába. Amikor aztán Elkáná a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta. Az úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember Elkáná, egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkáná ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitte egy három éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta. Kérlek, uram, az életemre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az úrnak. Legyen egész életére az úrnak ajánlva. És ott imádták az urat.